break or each week and every turn. Facing the fear that the truth that is covered. Noting how it is to work out, but I come to for a go back now. I'm looking for freedom, looking for freedom. Oh, 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 and I'll find it. I know all too well, it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in time. Life hasn't been very kind to me lately, but I suppose it's a push from the window. In time, the sun's gonna shine on me. Én is azt mondom, az, hogy nagyon jól énekelsz, az alap azért vagy itt. De az egyik, felejtsd el, hogy ő a nagy és okos báty. Tehát olyan nevegős, hogy én csodálattal nézve Barnira. Azon egy rendben van, csak amikor ő jött és ő zenélt, akkor te úgy megszűntél létezni énekesként a színpadon, te lettél a Hugica, aki jó, de jó, nekem egy tök jó fejbátyám van. De ugye? De azt a Metyáti Géza mondta ezt tavaly nagyon sokszor használta ezt a szót, hogy ne légy civil a színpadon, hogyha előadó vagy. Úgyhogy majd ezzel még dolgoztok. De arra is teljesen jó volt ez így is, csak hát nyilván, hogyha most tudom, jóval mennének. Mindig mondjuk a viccát valahol tovább még haknézni, vagy ehhez hasonlók, akkor ezt majd beszéljétek meg. Köszönjük szépen. Gyerekek, ez nem csak, hogy eszedősen jó, ez jó. Remélem, hogy csak ti hallottátok, leolvastátok a számról. A következőt tudom mondani, ha nekem ilyen gitáros bátyám lenne, én nem is önnék tehetségkutatóba, hanem mennék, dolgoznék és keresném, dőlne a lép. A másik. Hozzád szólok Áginak, Krínak, vagy Ági Ágának. Ugye, január 24-e van a névnapod, nekem a születésnapod, már akkor egymásra tudunk gondolni nem sokára. Figyelj rá! Én nagyon szeretem a csinos és jó hangú és jó kiállású csajokat. Gondolom, nem egyedül vagyok ezzel így, hanem mögöttem is meg tudnak erősíteni az igazi pasik. Ide figyelj! Ha egy előadáson vagy bármikor legalább kétszer jelensz meg, tedd meg nekünk fiúknak, hogy változzál az öltözékedben. Tehát a lebernyeged, ami itt lóg rajtad, először megnéztük, nagyon jó, de most már uncsi. Valamivel egy kicsit dob föl, egy sapkával, egy kalappal, valamivel, vagy egy másik cipővel, javaslom, mert hogy nő vagy. Méghozzá ízig, vélig. A másik,
teljesen egyetértek azzal, hogy amikor a tesó énekel, ráadásul a bátyám, akkor ne szerénykedjél. Akkor vagy mozogjál hozzá, vagy kapjál elő egy szájharmonikát, toljad, vagy vegyél elő egy kis csörgőt, vagy valamit találj ki, vagy táncolj. Vagy nézd úgy, ahogy kell, csak egyet ne csinálj, ne légy civil. Nem lehet. Főleg akkor, amikor ilyen baromi jó a produkció, ami eszéből gratulál.